Az iskolai énekkar nyitotta meg az Andrássy György Katolikus Középiskola centenáriumi ünnepségét. A technikumi és gimnáziumi képzéseket egyaránt kínáló intézményben jelenleg 750 diák tanul, akik büszkék arra, hogy a 100 éves intézmény falai között folytathatják tanulmányaikat. Én itt nagyon jól érzem magam ebbe az iskolába. Először nem ide szerettem volna jönni, de ahogy eljöttem a András is nyílt napra, egyből megcsapott az a családi hangulat, és egyből tudtam, hogy nekem ide kell jönnöm. Mert nagyon megtetszett a bemutató órák is, nagyon jók voltak, nagyon élveztem mindent. 1921. októberében indult meg a tanítás ebben az iskolában, igaz, hogy akkor még a líceum területén, mondta el az ünnepségen az intézmény igazgatója. Majd hozzátette, nagyon fontos az Andrássyban a szakmaiság, de ez önmagában nem elég. Ennél többet kell nyújtanunk a diákoknak ahhoz, hogy olyan társadalomban éljünk, amilyet igazán elképzelünk magunknak. Az előbb idéztem éppen intézményünk második igazgatóját, dr. Óriás Nándort, aki azt mondta, hogy a tanárnak apostolnak kell lennie. Egy olyan apostolnak, aki lángra lobbantja a diákok lelkét. Az ünnepségen az iskola egykori diákjai is visszaemlékeztek az alma máterükben töltött időszakra. Viszont most így bő 20 évvel később visszagondolva, én azt gondolom, hogy készen álltam. És készen álltam felnőttnek lenni, készen álltam az életem következő szakaszára, amit most szintén, ugye 40-en túl azt gondolom, hogy a családom mellett, leginkább az iskolámnak, meg az iskoláimnak köszönhetek. A jubileumi ünnepség alkalmat adott arra is, hogy köszöntsék az iskola legidősebb tanárát és legidősebb maturandusát. Őket az intézmény legfiatalabb tanára és diákja részesítette oklevélben.